Az MNT az oktatásfejlesztési, a kulturális és a tájékoztatási stratégia után elfogadta a 2012-től 2017-ig terjedő hivatalos nyelvhasználati stratégiáját is. Ezzel az MNT-nek a hatáskörébe tartozó négy területen van már konkrét szakmai dokumentuma. Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa az ülésen elmondta. Nem pénzkérdés, hogy vállaljuk magyarságunkat, hogy magyarul köszönünk az intézményekben, vagy magyarul anyakönyvesztessük gyermekeinket. Az MNT ülésén elhangzott, a hivatalos nyelvhasználat hiánya a közösség asszimilációjához vezet. Egy olyan egységes értelmezés lehetővé tévő jogszabályi rendszer kidolgozása a cél, amelyben a Magyar Nemzeti Tanács aktívan részt vesz. Emellett addig is a már létező nyelvi jogainkat, illetve a létező jogszabályokat szeretnénk hatékonyabban érvényre juttatni, elsősorban a hatóságok által. Ez nem csak az ő tájékoztatásuk, hanem a már eddig is konstruktív hatóságok nyelvhasználatának javítására is vonatkozik, és természetesen a magyar nemzeti közösség hozzáállásának, illetve pozitív viszonyulásának a változtatása egy nagyon fontos momentum. Elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács a jövő évi költségvetését és a munkatervét is. Az MNT 2012-ben 378 millió dinárból gazdálkodik majd. A bevételi oldalon a legnagyobb tétel a külföldi adomány, amely 176 millió dinár tesz ki. A szerbiai költségvetési támogatás értéke 83 millió dinár. Ezekben a határozatokban visszaköszöntek az eddig elfogadott stratégiák. A gyakorlati megvalósításukhoz szükséges eszközöket tartalmazza a munkaterv és a költségvetés is. Kiemelném az oktatás területén meglevő kiemelt programokat, ilyenek az Európa Kollégium, a diákotthonok megépítése és befejezése, ilyen a komplex ösztöndíj programunk, a felzárkóztató nyelvi képzéssel kombinálva, ilyen az előkészítő program az egyetemi felvételikre, de ilyen a magyar nyelvű tanítóképző karon beinduló új programoknak is a támogatása. Nem csak az oktatás területén tervez az MNT, a művelődés területén a magyar képzőművészeti állandó tárlat létrehozása, a digitalizáció és a rendezvények támogatása is fontos feladat. A tájékoztatás terén a jövő évi célkitűzés a 24 órás magyar nyelvű rádióműsor létrehozása és a szintén egész napos magyar nyelvű televízióadás kialakításának előkészítése. Az MNT határozatot fogadott el, amelyben kiáll a Törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület mellett. Mint ismeretes, az önkormányzat elvenni az egyesülettől az ingatlanjának egy részét, és egy újonnan alakult civil szervezetet költöztetne oda be.